És tart elindult az 1400 méteres verseny. Remekül sikerült az indítás Lightning Felixnek. Ő az, aki vállalja magára a vezetést, és Amar Indi az, az istállótárs, aki fölmegy mellé, mögé. Jól kezd egyébként Jewel Love, ez az első háromnulla sorrendje, és Rü Krisztin még a közvetlen élmezőn tagja. Libárszki Sándor lovai, tehát nagyszerűen indultak, a középezőn tagja Regulator. Amikor az ezeres táblához érkezik a mezőny, nagyon jól együtt galopozik az egész mezőny. A mezőny végén pillanatnyilag fagyöngy színeit látom. Fölment a vezető lovak mellé Jewel Love, Jewel Love mellett pedig Rü Krisztin. Rü Krisztin gyorsít, a kanyar bejáratánál is átveszi a vezetést Amirandi, és mellette galapozó Rü Krisztin, ez az első két ló sorrendje. A kanyar közepén pedig Rü Krisztin most már egyértelműen vezet. Az első négyben három Rybarski ló, She's Mine is megkezdi szépen a zárkózást. Őt a hazafi díjba írták be, és Regulator pedig szintén zárkózóban van. Azért négyen, öten még előtte vannak, Red is nagyon szépen zárkózik. 400 méter van hátra, és She's Mine-nak szabad útja van, és támad Fighting Felix is, ők ketten teljesen együtt, de sokkal gyorsabbnak tűnik She's Mine. She's Mine az újoncok egyike, megnyerheti a versenyt, She's Mine vezet, She's Mine most már folyamatosan tudja növelni az előnyét mögötte Felix, Fighting Felix színei tűnnek föl, hetessel pedig Napsugár Isabel hozza a megbízhatóságot, ami egy második helyre lesz jó, a versenygyőztese pedig She's Mine, és Kovács Sándor, She's Mine nyeri a versenyt.